Zene, tánc, színi előadások, hagyományos kézműves foglalkozások, íjászat, mentős és tűzoltó bemutató. Ezek várták azokat a családokat, akik szombaton kilátogattak a Sóstói Múzeum faluba. A Kárpátaljai Magyar Családok Fesztiváljára közel 1000 határon túli és hazai család érkezett. A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége és a Nyíregyházi Noé Családi Kör Egyesület a rendezvényt a Családok Éve 2018 programsorozat keretében szervezte meg. Három fő pillérre próbáltuk építeni a Családok Éve rendezvénysorozat. Az egyik azok a családtámogatások, amiknek egy jelentős része már január 1-én életbe lépett. A másik az a fajta figyelemfelhívás, hogy bizony a családoknak kell a társadalmat fölépíteni, az a helyes, hogyha a családok szövevényéből áll föl a társadalom, a magyar nemzet, és a harmadik pedig ezek a programok. Itt most egy olyan programról beszélünk, ami a határunkon túliaknak is szól. Nyíregyháza egy befogadó város, ez bizonyítja a mostani fesztivál is. Hangsúlyozta Szabó Tünde. A sportért felelős államtitkár kiemelte, a magyar kormány számos módon igyekszik segíteni a határon túlélő magyarokat. Az összetartozás, az identitás, a kultúra, a hagyomány ápolása mind-mind nagyon-nagyon fontos magyar országnak és a magyar kormánynak is, hiszen 2018 a családokról szól, a Családok Éve van, és éppen ezért szeretnénk, hogy a határon túli magyarság is érezze ezt. Nagyon sok programunk indulhatott el már idén januártól, Köldögzsinór programmal, és azon keresztül nagyon sok támogatást tudunk biztosítani a magyar édesanyáknak, a gyermekeknek. Ugye elindult, hogy az otthon teremtési támogatás is magas fokon érzékelhetővé váljék a családok számára. Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke kiemelte, az utóbbi években rendkívüli nehézségekkel kell megküzdeniük a kárpátaljai magyaroknak. Újra rendkívüli nehézségekkel küzdünk, elsősorban az ukrajnai háborús helyzet, a rendkívüli anyagi visszaesés, és azok az intézkedések, amik arra irányulnak, hogy szűkítsék a szerzett jogainkat, mindez rendkívüli nehézséget okoz. Azonban is továbbra is bízunk abban, hogy sikerül megőrizni a kárpátaljai magyarságot, és szeretnénk megköszönni azt a szolidaritást, amit a anyaország kormány, a magyar társadalom nyújt a kárpátaljai magyarságnak. A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége a Családok Éve 2018 programsorozat keretében márciusban már nagy sikerrel szervezte meg Csongrádon a Vajdaságiak Fesztiválját, június végén az erdélyek mutatkoznak be Debrecenben, szeptemberben pedig a felvidéki magyar családok lépnek fel Mosonmagyaróváron.